Műsorvezető Szűcs Balázs. Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Dunakanyar FM 94.1-et, Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem Jármai Edit, énekesnő, színésznő. Jó magam, Szűcs Balázs vagyok. Szervusz, Edit. Szervusz, Balázs, köszönöm a meghívást. Melyik volt a helyes meghatározás, énekesnő vagy inkább színésznő? Énekesnő, énekesnő. Színésznőnek nem mondhatom magam. De színésznőként indultál? Színésznőnek készültem. Készültél? Színésznőnek készültem egészen 12 éves koromtól, amikor felfigyeltek arra, hogy szépen beszélek, hogy jó a kiejtésem. Búgó hangot. Már akkor is volt egy gyerekekhez képest egy más orgánumom, egy mélyebb orgánumom. Így hát elküldtek a szép kiejtési versenyekre, a szavaló versenyekre, ahol hát rendre elég szép eredményeket értem el, és akkor megízleltem ezt a színpadon állni érzést, hogy ez mennyire jó. És aztán jött később a diák színjátszó csoport, és ott is szép sikereket értünk el, úgyhogy nagyon-nagyon belevetettem magam ebbe az egészbe, és akkor az volt a tervem, hogy színésznő leszek, és ez egészen 21 éves koromig tartott. Mert ugye elkeveredt itt a Szolnoki Színházba, igen, is, meg igen, azért még egy-két helyre. Hát igen, szóval elkezdtem, bele ízleltem a színházba, nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Én azt hiszem, hogy nem volt hozzá, őszintén elmondom, szerintem nem volt hozzá elég önbizalmam. De hát ha színpadra állni van önbizalmad, mint énekesnő, vagy színészkedni, miért nem? Nem tartottam magam szerintem elég jónak. Uh-huh. Nem is az önbizalom hiányzott, nem tartottam magam elég jónak, és az éneklés már akkor is képben volt. Ugye tanultunk énekelni, sőt, már általános iskolában is énekeltem, és arra is felfigyeltek, hogy az énekhangom is egészen tűrhető. És hát a Szolnokon töltött évek egyébként fantasztikusak voltak, mert olyan művészekkel állhattam egy színpadon, mint Tolnai Klári, Agárdi Gábor, Kálai Feri bácsi, mindig így mondom, hogy Kálai Feri bácsi, mert ő volt a mi Feri bácsink, és ott a takarásban kuncogtunk, szóval elképesztő élmények voltak, és nagyon sokat tanultam. Törőcsik Mari művésznő volt az osztályfőnökünk, Iglódi István. Ezek igazi nagy nevek. Igen, ő volt a zenész mesterség tanárunk, egészen fantasztikus élményekkel gazdagodhattam 20-21 évesen. És mitől jött a váltás? Az iskola akkor megszűnt, képzeld el. Uh-huh. És ott álltunk, 14-en voltunk az osztályban, és ott álltunk, hogy oké, most akkor mi lesz? Megszűnt, mert az igazgatónk máshová került, és azt mondta, hogy gyerekeknek nagyon sajnálom, de nem tudok veletek mit csinálni. És ott álltál, jól énekelve, jól színészkedve, csinosan. Igen, fiatalon. És arra gondoltam, hogy oké, most menjek el egy másik iskolába, a színművészeti főiskolára felvételiztem természetesen. Nem vettek fel, nem felvételiztem jól egyáltalán, én se vettem volna fel magam. És azon gondolkodtam, hogy most kezdjek el egy másik iskolát, most iratkozzak be ide-oda, ilyen színi tanodába, olyan színi tanodába, és valahogy úgy döntöttem, hogy nem. És Kecskeméten laktam, oda szólt a lakcímkártyám. Mert hogy ott is születtél, ugye, ha jól tudom. Kecskeméten születtem, igen, és gondoltam egy nagyot, kerestem egy munkahelyet, és felköltöztem Budapestre. A pultozáshoz mindenki ért, legalábbis én azt gondoltam. És így felköltöztem Budapestre, elkezdtem feltérképezni a várost, az itteni életet, és hogy nem, egyszer csak egy véletlen, ami természetesen nem volt véletlen, elkerültem Mihaller Mirtilhez, aki azóta nagyon-nagyon jó barátnőm, és az egyik legkiválóbb énekesnő, akit valaha ismertem. És ő az OSKA iskolában tanított, és én elkezdtem hozzá. Szárnyai alá vett. Igen. Ezt a pultozást, ezt egyébként szó szerint kell érteni? Ez szó szerint. Teljesen civilként kezdtél el élni.
Igen, 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 teljesen cím. Hát valamiből meg kellett élni, és ott álltam 20-21 évesen, már nem emlékszem. A nagyvárosban. A nagyvárosban, igen, azt tudtam, hogy nem szeretnék Kecskeméten maradni, bármennyi mai napig imádom szülővárosomat, de ott nem tudtam volna, szóval nem volt olyan sok lehetőség az a helyzet. És jött Mirtél, és elkezdtünk együtt dolgozni, illetve elkezdett engem tanítani, és ahogy mondod, szó szerint a szárnyai elevet, és egy-két hónap múlva képzeld el, jött a sokkoló hír, hogy ne jegy meg, Edith, de én beajánlottalak téged egy profi zenekarba. Ah, micsoda? Már akkor kezem, lábam remegett, ezt a zenekart úgy hívták, hogy Lucky Boys Shuffle Band, akkor ők már egy név voltak akkor a szakmában, nagyon szép eredményeket értek el, nyertek bár ki mit tudott, és akkor képzeld, beválasztottak. Nem, valamiért engem választottak, mindenféle rutin. Volt egy ilyen meghallgatás, és akkor sorba álltak az énekesnők, és akkor mondták, hogy te. Nem volt annyira nagyon sok jelentkező, nem is tudom szám szerint hányan lehettek, de végül rám esett a választás, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért. Ők egyébként milyen zenei stílust képviseltek? Hát ez a shuffle, ahogy a nevében is benne van, leginkább úgy tudnám elmondani a hallgatók számára, tehát ez a Louis Prima-s, Just Gigolo-s vonal. De az feküdt neked is ezek szerint. Én igen, hát azzal kezdtem, és nagyon szerettem, és persze a szóló számaim között volt egy-két jazz standard, azokkal kezdtem, amikor elkezdtem énekelni, tulajdonképpen én azokkal kezdtem el, és így nagyon közel áll hozzám a mai napig ez a műfaj. Igen. Sokat beszéltünk az énekről, egy picit most meg is hallgattunk téged, jó? Aztán visszatérünk ide a stúdióba. Rendben. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo da vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dagli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce ha una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh.
toy blu, felice di stare qua giù. Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Dunakanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, önök továbbra is a Dunakanyar FM 94.1-en Szószátyár című műsorunkat hallják. Vendégem Jármai Edit, én pedig még mindig Szűcs Balázs vagyok. A pályakezdésed, a korai szakasz, az énekesi pályakezdésedről ejtettünk az előző blogban néhány szót. Nyilván eleinte még remegő lábakkal, de hamar önmagadra találva elindultál ezen a pályán. Merre vezetett onnan az út? Húha. Most egy kicsit el kell gondolkodnom. Igen, volt, hát említettem a Lucky Boy Shuffle Band az első És velük négy évig voltál együtt, ezt is tudjuk az internetről. Igen. És hát hatalmas kalandokat, nagyon jó koncerteket éltünk át együtt, nagyon jó barátságok születtek. Aztán utána elkezdtem egyedül próbálkozni zenésztársaimmal, barátaimmal. Akkor ment ez a jazz standardes vonal. És aztán később, igen, persze, később jött egy nagyon érdekes vonal az életembe, a vokálozás. Ezt is Mirtilnek köszönhetem tulajdonképpen, mint annyi mindent mást az életemben. Képzeld el, hogy ez egy hasonlóan sokkoló volt, mint az első profi zenekar, hogy Fenyő Miklóshoz keresnek vokalistát. Na, ott is a lábremegés, gyomor, görcs. Hát végül az is összejött, és újabb. Egyébként egy ilyen nagy név az pszichikailag hogy hat az emberre? Tehát egyszerűen félsz az ő tudásától, vagy az ön múltjától, vagy hogy kell állni, vagy esetleg az előtted korábban ott vokálozóktól, hogy ezek mind profik voltak, és akkor jövök én, hogy biztos hozom-e azt a szintet? Vagy mitől félsz ilyenkor? Jó kérdés, ez nagyon jó kérdés, Balázs. Valahogy így talán mindent fel is soroltál, ezek mind benne voltak, és nem volt ilyen téren, nem volt rutinom. Mert egyedül, tehát érdekes, mert úgy kezdtem, hogy szólistaként kezdtem, és aztán jött a vokálozás. Igen, mert ez alapvetően fordítva szokott lenni. Igen, hogy és sokan azt is mondják, hogy vokálistaként olyan kis nyugodtság van, hát hiszen nem én vagyok a színpadon, aki nagyot tud hibázni, nem én vagyok, akit mindenki figyel, és utána lépnek általában előre. Igen. Te valamiért egy ilyen fordított úton jársz ezek szerint. Igen. Vagy jártál? Jártam, és az igazság, hogy tulajdonképpen a mai napig párhuzamosan mind a kettő jelen van az életemben. A vokálozás az most kevésbé, inkább a szóló éneklés. Azt is büszkén elmondhatom, hogy most Zoltán Erikának vagyok a háttérénekese, akit tiszta szívemből szeretek, imádok, és hát ez az egyik kedvenc zenekarom, ahol valaha azért részvevőként. Azért más zenei világ, nem, mint a korábbi. Igen. Egyébként hova sorolod magad? Tehát tényleg mi az a stílus, amit akkor énekelsz, amikor te saját kedvedre énekelsz? Nagyon szeretek, mai napig szeretem a jazz standardeket, de nagyon szeretek popot, és kicsit rock, most már egy picit rockosabb nótákat is, tehát mondjuk egy Tina Turner. Uh-huh. De most van egy olyan nagyon-nagyon klassz dolog az életemben, hogyha ezt elmondhatom, hogy heti háromszor, olykor négyszer is énekelek egy belvárosi étteremben, pubban, a Nyári Pál utcában, ki szabad mondani? A Fatmosban. És hát nagyszerű zenész kollégákkal estéről estére, és ott nagyon-nagyon jó, mert ott tényleg mindenféle stílus lehet egyszerre énekelni.
Tehát a Stevie Wondertől elkezdve a Tina Turneren át, az AC/DC-n, a Jazz Standardeken, szóval nagyon-nagyon széles skálát. Meg ez egy olyan klubkoncert hangulat, nem? Tehát abszolút. Azért én azt mondom, az egy tök jó dolog, mikor egy méterre van tőled a közönség, és ott minden reakciót, igen, minden rezdülést rögtön látsz, érzel. Igen, igen, igen. És soha nem lehet tudni, hogy lemész, oké, ma este milyen lesz a hangulat, néha fergeteges. Néha egész egyszerűen tényleg ilyen koncert hangulat van, és meg vannak őrülve az emberek. Szóval nagyon-nagyon szeretem. Nagyon ott jó. Egyébként egy ilyen esti produkció, az milyen időtartama? Este 8 órakor szoktunk kezdeni, és 3x45 percet. Hát azért akkor ez egy komoly nagy az koncert. Egy, igen, 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 a végére azért néha persze van egy kis fáradtság, de nagyon szeretjük. És mennyire áll hozzád közel a Hackney világ, tehát ez a falu nap, város nap, jövünk, megyünk. Itt éneklünk fél órát, ott éneklünk fél órát. Azt is szereted, vagy csinálod? Azt nem, a szolistaként nem csinálom. Megmondom őszintén neked, hogy kipróbálnám. Nem, mert szeretek kísérletezgetni. Uh-huh. Szóval nagyon szívesen kipróbálnám. Zoltán Erikával szoktunk különböző ilyen hát falunapokon, rendezvényeken fellépni. Ezt a falunapot nem negatív értelemben abszolút, mondom, csak abszolút. Most az elmúlt években annyira divatba jött ez, hogy mindenfajta önkormányzat rendezi a saját imádom. Városához uh-huh. kapcsolódó ilyen-olyan uh-huh. ünnepélyeket, ünnepségeket, és hát ott azért egészen jó előadókat is ma már meghívnak. Igen, hát ilyenkor van, tudom, hogy beülünk a turnébuszba, elindulunk, megy a nagy sztorizgatás, megy az ordítva nevetés. De ennek is van egy varázsa szerintem, nem? Persze, persze. Nagyon jó. Szóval szereted akkor ezt az irányt is. Nagyon, nagyon, nagyon. És kipróbálnám, egyébként ezt is nagyon szívesen kipróbálnám szólistaként is. És a kamera világa, tehát tévézés, az mennyire barátságos számodra? Tévézés? Hát most előadóként fellépve gondolkodom. Jaj, hát nagyon klassz volt. A Muzsika TV vendége lehettem a Tuti Buli Jazzivel című műsorban, hát mi ott találkoztunk először. Igen, igen. Ez nem igen. titok. Nem, semmiképpen. Imádtam. Nagyon-nagyon szerettem. TV-világ, volt annak idején egy műsor a Király TV, nem tudom, hogy kell, hogy lehet mondani. Egy nagyon híres műsor, és ott elég sok évadon keresztül vokáloztam, tehát hogy kamerákkal. Barátságban vagy velük? Barátságban, hát tényleg, és majdnem elfelejtettem a legfontosabbat, ami a legnagyobb dolog volt így kamerákkal, minden nagy színpaddal kapcsolatban, ugye az a Düsseldorfi euróvíziós verseny volt, ahol... Ezt majd kifejtjük. Jó. De most egy kicsit elmegyünk, hiszen jön a hírek, egy kis kereskedelmi szünet, aztán utána visszatérünk Düsseldorfra. Portacazzonna con ustanna rete, na cupolella cavisera izzata, passa scampagnano petolete, con me la gappa pete fa guarda, tu va fa l'americano, americano, americano, sienta me che tu fa fa, tu va vivere alla moda. Master baby, whiskey and soda. Poi ti sente disturba. Tu a ball of rock and roll. Tu giochi a baseball. Ma soda per camel. Chi te li dà la borsetta di mamma. Tu va a fare l'americano, americano, americano. Ma sei nata in Italia. Sienta me, non c'è sta niente a fa. Ok, napoleta. Tu va a fare l'americano. Metà bocca pighittevo bene, se tu le parli mezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, con metà vena knappari I love you, tu va fa l'americano, americano, americano, sienta me che tu fa fa, tu vai vivere alla moda. Massa baby, whisky and soda. Poi ti sente disturba. Tu a ball of rock and roll. Tu giochi a baseball. Ma
setta di mamma tu va fa l'americano, americano, americano. Ma sei nata in Italia, sienta me, non c'è sta niente a fa. Ok, napulita, tu va fa l'America, tu va fa l'America. Whiskey and soda, rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll. Tu va fall America, tu va fall America. Dunakanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Ismét itt vagyunk a stúdióba, vendégem továbbra is Jármai Edit, én Szűcs Balázs vagyok, önök pedig a Szószátyárt hallják. Előző blokkunkat ott zártuk le, hogy Edit elindult Düsseldorfba. Ez 7-8 évvel ezelőtt volt, hogyha jól tudom. Évszámokban rossz vagyok, 2011-2012. Igen, valahogy. Ugye? Igen, akkor igen. Igen, igen, igen. Hú, az volt egyik, életem egyik legnagyobb kalandja, mondhatom. Kérdezted a kamerákat, meg hogy ez mennyire fekszik nekem. Hát ott volt benne részünk rendesen. Ez a Düsseldorfi arénában. Az azért egy más típusú televíziózás, mint amit Magyarországon tapasztalsz, nem? Igen, és úgy színpadra állni, ott örültem, hogy csak, hogy a háttérben vagyok. Háttérben, hát az is óriási felelősség volt. Na, az hatalmas nagy felelősség volt. Az egyébként egy hány férőhelyes aréna lehet? 30 ezer. És az azért gondolom, 30 ezer. Azért az tele volt. Hát azért az tele volt. 30 ezer, igen, az volt eddig a legtöbb ember. 30 ezer ember előtt. Aki látott, 30 ezer ember előtt, igen, ott élőben, és közben nem tudom, hogy nem tudom, hány millióan nézték, ugye azt abban a pillanatban a tévében. Szóval marha izgi volt. De megható egy ilyen pillanat, vagy legalábbis sokkolja az ember, nem? Aha. Minden benne van, az izgalom, az adrenalin, az endorfin, szóval nagyon-nagyon-nagyon izgis, nagyon-nagyon izgis, még mindig nagyon meleg szívvel gondolok vissza erre az élményre. Azért is két hétig voltunk ott, két hétig éltük azt a profi világot, tehát egészen egyszerűen tudod, a hangtechnikusok, a hangmérnökök. Mondom, ott azért számtalan bepróbálás volt. Igen, felmenni arra az óriási színpadra minden alkalommal annyira, annyira bizsergető érzés volt, tényleg az nagyon-nagyon izgalmas volt. Ha már külföldnél tartunk, azért te kipróbáltál egyéb külföldi dolgokat, igen, is, mert hogy hajón zenéltél, igen, vagy jól tudom? Igen, merre igen, jártál? Igen. Sokfelé jártam, az is egy érdekes szakasza volt az életemnek, azt hiszem, hogy ilyen 4-5 évig tartott. Ezek szerint nem vagy tengeri beteg? De, képzeljük. Ne viccelj! De. Hát én vagyok az, aki még a kocsiban is rosszul van, ha hátul ül. Ehhez képest megcsináltam 6 szerződést. Kezdtem jazz trióval, abból volt 4, és utána abból egy kicsit kiégtem. Szóval nem volt kielégítő az, hogy minden este, minden áldott este felmenni a bárba, és minden áldott este majdnem ugyanazokat a számokat elénekelni. Szóval kicsit uncsi lett. Uh-huh. És de közben ezek ilyen óceánjáró hajók voltak, hatalmas. Milyen útvonalon hajozta? Kezdtem skandináv vonalon, Norvégia. Tehát, hát ez egy kicsit hideg, nem? Fú, nagyon, nagyon. Voltunk a világ legíjszakibb lakott pontján is. Hát itthon nyár volt, ott meg, tehát igazából nyár volt, július, és volt mínusz nyáron, mínusz 5 fok. Ez klassz volt. Nagyon klassz volt. De aztán volt Perzsa, Öböl, Dubáj, Abu Dhabi, Omán. Az-e meg klasszabb?
Igen, ott is eltöltöttem egy 3 hónapot, arra is elhajókáztunk. Aztán a nagy vágyam, álmom a Karib-tenger is összejött egyszer. De mediterrán az volt a kedvencem, az az útvonal. Törökország, Görögország, Olaszország, eleve egy ilyen, nem tudom, ilyen mediterrán léleknek érzem magam. Úgyhogy azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És ott is történt egy nagy változás, hogy ezek ilyen hatalmas szinte egy úszóváros, rengeteg étteremmel, rengeteg bárral, úszoda. Biztos, hogy mindenki látott ilyet, a más nem, akkor a filmeken. És egy hatalmas színház működött ezeken a hajókon. Én volt szerencsém többször is ilyen utazni, és én egyébként ettől ájultam el. Ahogy felszálltunk hajóra, gyakorlatilag fél nap múlva megismerkedtem én is az ottani énekes fiúval, mert hát nyilván az ember az egy kicsit így érdeklődik a szakmai dolgok iránt, és tök rendes volt, mert bevitt a színpad mögé. Ah. És ájultan néztem, hogy itt forgatók vannak, itt olyan kamerapark volt, olyan, hogy csak tátott szájjal néztem, hogy mondom, ez aha, egy hajón van. Hát itt Magyarországon a stúdióban nem találsz ilyesmiket. Aha, bizony. Tudom, hogy milyen, és mondom, én ájuldoztam ott, milyen vérprofi az egész. És tetszettek az előadások? Tetszettek, tehát egyébként tényleg jók a kivitelezések, és meg van csinálva, azok nagyon meg vannak csinálva, én maximálisan. De jó, akkor tudod, hogy miben voltam. Hogyne. Tehát én komolyan mondom, a legprofibb koncerthelyszínekkel vetekszenek ezek abszolút, a hajós színháztermek. Igen. Megőrülsz, igen, tényleg. Úgyhogy én ezt láttam saját szememmel. De jó. Ez abszolút nem túlzás, de hagylak téged beszélni. De jó volt téged hallgatni, meg érdekel. Bekerültem végül a társulatba, a színházba, ami nagy álmom volt. Egyszer csak összegyűjtöttem magamba a bátorságot, és mondtam az ügynökömnek, hogy én most már ezt szeretném csinálni. És akkor bizony ki kellett menni Berlinbe, egy-két hónapos próba folyamat előzte meg, amíg a hajóra léptünk, és elkezdtük játszani a show-kat. Hű, egyből be a mélyvízbe, mert az első szerződésemet megkaptam a 7 showból 6-nak a főszerepét. Nem tudod, és akkor ez egy új dolog, ami belépett az életembe, hogy koreográfiát tanulni. Tehát ez egy... Oké. Okay, de hát itt azért visszajött a színészkedés egy kicsit, itt nem? És itt visszakaptam, és vissza tudtam egy picit nyúlni, csak rengeteg információ volt egyszerre, nagyon-nagyon sok. Én nem beszélek németül, és meg kellett tanulnom egy egész show-t németül. Fonetikusan. Igen. Hát nem fonetikus. Hát azért elkezdett tanulni, gondolom, a nyelvet. Tehát... Igen, valamennyit tanultam én is iskolában, valamennyire tudok, egy nagyon-nagyon kicsit ein bisschen. De ezeket a slágereket, a németeknél van egy ilyen a sláger, ami náluk tök más takar, mint nálunk a sláger, ez egy stílus. Kicsit a mulatoshoz tudnám egyébként picit hasonlítani. Na, szóval az is egy elég izgalmas feladat volt, de megugrottam, és a végén még élveztem is, szóval. És a 2 ilyen szerződésem volt, amikor 4,5 hónapon keresztül a színházban, így estéről estére, nem minden este, mert voltak szabad esteink is, és az nagyon-nagyon-nagyon klassz volt. Miért ért az véget? Mert egyszer minden véget ér. Belefáradtál, vagy újat kerestél utána, igen, már? Hiányoztak a barátaim, a családom, hiányzott Budapest, hiányzott a kis lakásom. Sok volt a víz. Hiányzott az itthoni életem, vissza akartam kapni. No, mesélsz majd erről is, de most egy kicsit halljunk téged énekelni, aztán visszajövünk. Che cosa sei? Non cambi mai, proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei.
questa sera raccontare un'altra, milione rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Parole, 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 soltanto parole, parole. Sei, che cosa sei, che cosa sei, cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, ai, insomma. Caramelle, non ne voglio più. La luna di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte c'è te quando c'è, che parla meno, ma poi piacere a me. Parole, 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 soltanto parole, parole. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Ismét itt vagyunk a Dunakanyar Rádió stúdiójában. Önök még mindig a Szószátyár című műsort hallják, a beszélgetőtársam pedig nem más, mint Jármai Edit. Ott fejeztük be az előző blokkunkat, hogy hosszú-hosszú és kedves hajózás után megunva a vizet, hiányolva a családodat, hazatértél és visszajöttél Budapestre. Már szépen mondtad. Igen, így történt. Próbáltam összefoglalni. Nagyon jó. Így történt. És ez már gyakorlatilag majdnem a jelen idő, ugye? Ez már a jelen idő, ez több mint két éve történt, ha jól emlékszem. De mint említettem, sajnos évszámokban, nem tudom. Nekem azt súgja a papírom, hogy ez 2017-ben volt. Akkor igen. Az két éve. Akkor ez köszönöm a segítséget. Nem volt könnyű. Nagyon-nagyon nem volt könnyű, amikor terjed rólad a szakmában, hogy ó, hát Edit hajózik, Edit nincs, Edit, és nagyon könnyű kiesni, borzasztóan könnyű kiesni. Elfelejtettek? Gyakorlatilag igen. Vagy mondták, vagy hogy Edit úgyis meggazdagodott ott a hajón, hát nem zaklassuk ilyen fellépésekkel, tudod, meg munkákkal. Igen. Nem, mindenkinek az volt a fejében, hogy Edit hajózik, és hiába szóltam mindenkinek, hogy Edit már nem hajózik, de ez volt. És baromi nehéz volt visszakeveredni ebbe az egészbe. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. És azt gondolom, hogy ez kb. Nagyjából most sikerült egy... Ennek nagyon-nagyon köszönöm ezt a lehetőséget ezúton is a Bokros Lászlónak, aki elhívott engem a Fatmose-ba énekelni, mert azóta sok minden jó dolog történt velem. Meg született az első saját szerzeményű dalom,
amit szerintem hallanak, vagy hallani fognak a hallgatók is. Ebből arra következtethetek, hogy lesz előbb-utóbb lemez is? Ó, hát attól még messze vagyunk. Hát ha egy dal megvan, akkor már csak az a 12-13. Még kézzel, erre se gondoltam. Soha nem gondoltam volna, hogy dalt fogok írni. Ez egyszer csak így jött, és aztán olyan sok támogatást kaptam barátoktól, zenésztársaktól. Ennek a zenéjéti szövegét is egyaránt te írtad. A zenéjéti szövegét egyaránt én írtam. Dandó Zoltán, drága, isteni, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tehetséges zenész kollégám hangszerelte, illetve zeneszerző társam is volt. Egy újabb felvonás egyébként ez a címe, és hát kíváncsian várom, hogy majd milyen fogadtatása lesz ennek a dalocskának most. És mikor lett kész? November közepén. Tehát akkor ez még nagyon kis friss történet. Igen. Hát most mi is bemutatjuk egyébként, szerintem ez lesz az utolsó dal az interjúban, és akkor hát reméljük, ha a hallgatóknak tetszik, akkor itt a rádióban is azért visszahallható leszel sűrűn, legalábbis a dalod mindenképpen. Olyan, nagyon-nagyon-nagyon boldoggá hát tennétek. Figyelj, ha valami jó, azt akkor szeretném, hogy ez a legnagyobb kívánságom. Úgy szeretném, hogyha szeretnék a dalomat. Most elindultál ebben a dallal, nyilván ez egy önálló dal, önálló stílussal. Ha tényleg ez beüt, és siker lesz, és szeretik a hallgatók, akkor tovább lépdelsz ezen a lépcsőn, tehát lemez felé, aztán így tovább, ahogy kell. Nincs kizárva. Persze jó lenne írni még egy-két dalt, nem erőltettem, hát ezt sem erőltettem. Az csak úgy jön. Ez így jött, igen. És most egyelőre még ezt szeretném egy kicsit elindítani az útján, hogy de ha ez sikerül, és ha kedvelik majd az emberek, akkor mindenféleképpen ez nekem egy nagyon jó visszajelzés lesz, és motiváció arra, hogy folytassam ezt az utat. Egyébként te főállású énekesnő vagy, ugye? Tehát nincsenek ilyen civil dolgaid mellette, vagy van civil szakmád, vagy csinálsz azért még bármit, vagy minden a zene körül fog? Igazából minden a zene körül. Meg lehet ebből élni Magyarországon? Hát elég rapszódikus azért ezt, főleg a kollégák, hogyha valaki a kollega hallgatja, akkor tudja, hogy miről beszélek. Hát van olyan, hogy az embernek mondjuk egy hétig üres a naptárja, aztán egyszer csak összetorlódnak, vannak jobb hónapok, vannak rosszabb hónapok. Hát nem könnyű, elmondom neked. Te azért viszonylag kerülöd a sajtót, vagy a sajtó került téged? Ez egy tudatos döntés, vagy miért alakult így? De egészen egyszerűen nem nagyon tudnak szerintem rólam. Éppen ezért nincs érdeklődve. Nem élsz elég botrányosan? Nem, meg nem vagyok híres. Most ezt mondjuk ki. Hát de én azt gondolom, hogy aki énekel, meg tévében szerepel, meg valamiért vendégként is itt vagy, azért annak valami fajta hírneve ma már van. Nem vagyok ez a célebb típus, és ez nem is annyira hiányzik. Az sokkal inkább hiányzik, hogy minél több emberhez eljussak, mondjuk akár egy falunapon, vagy egy koncerten, hogy megismerjék az emberek az Edith and the Gigolos zenekaromat, ahol olasz slágereket énekelek. Ez csak valóban nehéz ezt a média nélkül, nehéz eljuttatni az emberekhez, hogy létezik egy ilyen lány, mint van ez a Jármai Edit, aki csinál ezt, csinál azt, itt énekel, ott énekel. Nehéz, és nem is vagyok ilyen beállítottságú, tudod, ez aki nagyon megy előre, és nagyon nyomja magát. Nem vagy nyomulós típus? Nem, de nagyon nem. Ez már a béna, bénázás. Béna kategória? Igen. Nem. De nem megy ez a nyomulás nekem, nem tudom, hogy miért. Hát ez van. Ez már nem fog megváltozni. Hát Balázs, azért még előtted vannak az évtizedek. Ha? Remélem, hogy menni fog ez magától is. Hát mindegy, remélem, hogy azért most mi is lendítünk egyet a szekéren. Jaj, annyira köszönöm. Ide bejöttél hozzánk beszélgetni egy picikét. Köszönöm, Balázs, a meghívást. Nagyon élveztem. Én csak beszélgetek veled. De még milyen jól. No, hát igazából én beszélgetnék még tovább, viszont sajnos az adási időnk elfogyott, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Remélem, hogy legközelebb, mikor találkozunk, addig az első számod, ez már bomba siker lesz. De drága vagy, köszönöm. Talán már az első lemezed is megjelenik, és akkor megint lesz, miről szót ejtenünk. Nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy itt lehettem. És akkor természetesen ezzel az új dallal búcsúzunk. Köszönjük. Köszönöm.
A szél, ahogy szeli